ilyen eső után, hogy a növények önthagyja be lenne permetezve. A demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy a közvélemény értesüljön helyzetükről, és a gyár nyomás alá kerüljön, amely rákényszeríti a szennyező forrás megszüntetésére. Ezt, amit most nézünk, ezt nem szeretnénk éjszaka, mert éjszaka ezt ma, hogy tízszer erősebben lehet bent az otthonaimba érezni. Amit ön most érez, ezt a bűzgondom ön is érzi, ezt nem szeretnénk érezni. Ennyi, szűnjön meg! A tüntetők azt is feltételezik, hogy a kibocsátott anyagok rákkeltőek. A mostani demonstrációt több is fogja követni, ha a gyár nem változtat, mondták. Az igazgató szerint ők betartják a zárt láncú gyártás követelményeit, és amellett is kitartott, hogy a szakforrását máshol kell keresni. Gyalogosok és kerékpárosok vették birtokba tegnap a lezárt Andrássy utat a fővárosi autómentes nap alkalmából. A főpolgármester szerint korábban csak az autóutak megépítésére fektettek hangsúlyt. Ezen ugyanúgy változtatni kell, mondta, mint a politikusok gondolkodásán. A politikus